Téved Emmanuel Macron, amikor azt gondolja, hogy elkerülhetetlen az összecsapás a Nyugat és Oroszország között. Így látja a nézőpont intézet elemzője. Erdélyi rezső Krisztián az emedjen azt mondta, ehelyett a béketárgyalásokat kellene sürgetni. Emmanuel Macron francia elnök az utóbbi hetekben többször beszélt szárazföldi csapatok esetleges bevetéséről, a brit külügyminiszter pedig engedélyt adott az ukránoknak, hogy orosz területen vessék be a tőlük kapott fegyvereket. A francia és a brit nyilatkozatok miatt Oroszország bejelentette és gyakorlatott tart az ukrán határ közelében. Legalább hat ember meghalt és 35 megsebesült hétfő reggel egy ukrán támadásban, az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod régióban. Két többségében munkásokat szállító busztér találat. Harkívban közben orosz drón- és bombatámadásokról is beszámoltak. Feszült a helyzet a harc téren. Oroszország közben bejelentette, hogy nukleáris gyakorlatot fog tartani. Az orosz védelmi minisztérium szerint a nukleáris fegyverek használatát fogják fejleszteni, és a hadgyakorlat egyben válasz azon provokatív kijelentésekre és fenyegetésekre, amelyeket egyes nyugati tisztségviselők tettek Oroszországgal szemben. Ezekből ugyanis bőven volt az elmúlt időszakban. A háborúpárti nyugati politikusok folyamatosan hangoztatják, hogy fel kell készülni az oroszok elleni nyílt háborúra. Emmanuel Macron újra és újra megszólal a témában. Szerinte Európa nem maradhat ki a konfliktusból, és nem zárható ki a nyugati csapatok Ukrajnába küldése sem. Nemrég egy lapinterjúban pedig azt is fejtegette, hogy Európa halálos veszélyben van. Szerinte, ha Oroszország győz Ukrajnában, nem lesz biztonság Európában ő úgy gondolja, hogy elkerülhetetlen egy összecsapás. Emmanuel Macron azt gondolja, hogy elkerülhetetlen egy összecsapás Európa és Oroszország között. Ez egy tévedés. Erről a Nézőpont Intézet elemzője beszélt az M1-en. Erdélyi Rezső Krisztián hozzátette, ehelyett béketárgyalásokat kellene sürgetni. Neki is azt kellene szorgalmaznia, hogy ültesse egy asztalhoz a feleket, és béketárgyalásokra is tűzszünetre tegyen javaslatot. Ő nem ezt teszi, hanem ennek az ellenkezőjét mondja, vagy ennek az ellenkezőjében gondolkodik. És ezzel nincs egyedül. A lengyel külügyminiszter is azt mondta, országa teljes melszélességgel kiáll Ukrajna támogatása mellett. Hakim Jeffries, az amerikai demokrata vezérkar második embere pedig közölte, nem tartja kizártnak, hogyha Ukrajna vesztésre áll, akkor az Egyesült Államok közvetlenül is beavatkozzon a háborúba a nukleáris fegyverek addig jók, amíg, amíg az elrettentést szolgálják. Jelenleg kilenc ország rendelkezik nukleáris fegyverrel. Nagy a kockázat, mert ezek bevetése óriási pusztításra lenne képes. Ezt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója mondta. Bendarzsevszki Anton hozzátette, a nukleáris fegyverek használata vörös vonal kell, hogy legyen, amit senki sem lép át amíg be lehet mutatni, hogy rendelkezünk ilyen fegyverrel és féljetek, hiszen Oroszország valóban egy nukleáris hatalom, de onnantól kezdve, hogy bevetésre kerül sor, onnantól kezdve kicsúszik a kontroll, nem lehet prognosztizálni, hogy milyen végeredménnyel jár ez a, ez a, fajta bevetés. A magyarok többsége is az azonnali tűszünetet tartja helyes döntésnek, ez derül ki egy friss közvéleménykutatásból. A felmérés szerint minden demográfiai csoportban az emberéletek megóvása a legfontosabb. Az utolsó példán vagyunk, ezt az őrületet megállítsuk. Az utolsó órában vagyunk, hogy kikerüljünk az európai liberális mainstream által gerjesztett háborús őrületből, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Megafon rendezvényén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az Európai Unió jelenlegi vezetése súlyos károkat okozott Európának, az európai emberek mindennapjaiban. Elkezdődött egy ilyen világháborús pszichózis, és ma már oda jutottunk, hogy a nukleáris háború kifejezés sem túlzás egy európai politikai vitában. Ma nem szakad le a plafon, hogyha egy fontos európai döntéshozó nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségét nem tudja uh, kizárni. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország soha nem tett egyetlen olyan lépést sem, amely a háború eszkalálódását, elhúzódását, további emberéletek kioltását okozta volna. A háborús pszichózis végének eléréséhez a külügyminiszter azt tartja a legfontosabbnak, hogy az Európai Parlamenti Voksoláson és az Amerikai Elnökválasztáson is jobboldali győzelem szülessen.